A Horváth Judit Nyugati Liga női amatőr bajnokságban idén 6 csapat. A Komló, a Nagykanizsa, a Kozár Misleny, a Szekszárd és két pécsi gárda, a PVSK és a Medikus Ese játszik körmérkőzéseket. Majd a három legjobb együttes számára rendezik meg a playoffot. A zömében egykori PVSK-s játékosokból, edzőkből, munkatársakból alakult csapat nagy reményekkel vágott neki a bajnokságnak. A PVSK ötje gárdája a kanizsai vadmacskákat győzte le idegenben 62-56-ra, hétfőn pedig a szomszédvár Komló együttesét fogadta. Iványi Dalma, aki a legendás irányító Horváth Judit utódja volt az NB1-ben, 2 év győri kitérő után tért vissza Pécsre. Az idei szezontól is öröm kosárlabdát várunk. Hál' Istennek szép számmal tudtunk neki kezdeni az idei szezonnak, úgyhogy tényleg azt várjuk, hogy jól érezzük magunkat, öröm kosárlabda legyen, élvezzük az együttjátékot, és persze mindig mindent megteszünk majd, hogy a legjobb eredményt érjük el a pályán. Igazából már régi ismerősök, főleg például a mai ellenfél a Komló csapata, de ugye van még rajtunk kívül két, hát egy pécsi csapat, Kozár Mislenyi, illetve megint most a Szekszárd és a Nagykanizsa fiatal csapata is a Horváth Judit Nyugat-Magyarországi Ligában játszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy 10 jó. Igazából már régi ismerősök, főleg például a mai ellenfél a Komló csapata, de ugye van még rajtunk kívül két, hát egy pécsi csapat, Kozár Mislenyi, illetve megint most a Szekszárd és a Nagykanizsa fiatal csapata is a Horváth Judit Nyugat-Magyarországi Ligában játszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy 10 jó mérkőzést tudunk játszani. Különböző stílusú ellenfelekkel, ugye a fiatalabb csapatok majd valószínű lelkesek lesznek, sokat futnak, de mi tényleg mi magunkkal foglalkozunk, és minden meccset élvezni fogunk. Én az idén ugye 2 éves győri távollét után megint itthon vagyunk, és nagyon örültem, hogy a csapatba vissza tudtam jönni, úgyhogy nagyon várom. Az előző mérkőzésen Nagykanizsán nem tudtam szerepelni, de mondom, a lényeg az, hogy mozogjunk meg, hogy jól érezzük magunkat. Bozóki Bettina idén csatlakozott a csapathoz. Szerintem nagyon jó, sokan visszatértünk, akik eddig nem játszottak, és azt várjuk, hogy egy jó eredménnyel, meg hogy élvezzük a játékot, szerintem ez a legfontosabb mindenkinek. Én tavaly Zalaegerszegen voltam, a férjem itt játszik, most a PVSK-ban, akkor Zalaegerszeg Kerámiában játszott, és akkor én kicsit passziváltam azt az évet, előtte játszottam még Cegléden Ácsoportban. Én tavaly Zalaegerszegen voltam, a férjem itt játszik, most a PVSK-ban, akkor Zalaegerszeg Kerámiában játszott, és akkor én kicsit passziváltam azt az évet, előtte játszottam még Cegléden Ácsoportban. Ez az edzésidőpontunk, ahogy látjátok, ez a hétfő este 8 óra, általában mindig nagyon jó hangulatban telik. Pécsi Dorottya már rutinos játékosa a PVSK ötje gárdájának. A mi csapatunk talán az elmúlt években talán most a legerősebb. A mai meccsen is pont azt fogjuk látni, hogy 11, mondhatjuk, hogy korosztályos ötje van itt. Végre nem kellett föltölteni magunkat U18-as játékosokkal, hanem valóban csak az öreg tyúkok vesznek részt a mai mérkőzésen, és ez nekünk nagyon sokat jelent, mert mi örömkosárlabdát játszunk, és mi azért jöttünk, mert szeretünk játszani, és reméljük, hogy ezt meg is tudjuk mutatni majd. Hát az, hogy mennyit kell, meg mi mennyit edzünk, az a kettő szerintem messze van egymástól. Hát mivel mindenki dolgozik mellette, vagy edzőként, vagy egyébként valami más helyen, azért hetente egyszer tudunk edzeni, ilyenkor esténként, hétfőnként, viszont azok nagyon jó hangulatú edzések, és mivel most sokan vagyunk, itt tudunk egy pörgős, sok játékkal tarkított edzést tartani. A Komlóval minden évben sokszor játszunk, kemény ellenfél szoktak lenni, úgyhogy mi ma nagyon bizakodunk, hogy ma esetleg ezzel a kemény kerettel tudunk nyerni. A PVSK-sok jó játékkal fölényes 89-59 arányú győzelmet arattak a Komló Sport KK együttese felett.